Zala-megyében vagyunk, és a mai program az a liszt, illetve a takarmány ipar területére kalózol bennünket. Krisztián, hol is vagyunk pontosan? Tüske-Szentpéteri Liszt Tüske Gazdatáp cégnél, és én úgy gondolom, hogy ez egy kiemelkedő helyszín Zala-megyében, egy olyan malom, ami úgy gondolom, hogy országos hírű. A Zala Cereália Kft. 26 éve alakult meg, mint Kft. A régi gabona vállalatokból vált ki. Takarmány és malommal foglalkoztunk. A takarmányüzem Zalaszentgyörgyön volt az első időben, és utána erre a telepre hozták ki ezt az új keverőüzemet. A malomüzem az folyamatosan itt volt, 1400-as évek óta mindig van malomüzem Tüske-Szentpéterben. Valójában a lisztnek a hírnevét az 1900-es évektől ez az üzem folyamatosan tartja. Felújításokkal most 2,7 tonna per órával tudunk menni naponta, hogy éves szinten 16 ezer tonna búzát őrlünk meg. Valójában a cégnek az egyik legváza a malomüzem, másik váza a keverőüzem. A malomüzemnek nézzük meg akkor a két komoly szintjét, a hengerpadot mutatnám szívesen, meg illetve a hengerpad szint fölött lévő szitapadot. Most megmutattuk a malomüzemet, megnéztük, hogy hogy épül fel, hogy dolgoznak a gépek. Csak most átmennénk a Dani kollégámhoz, megnéznénk a keverőüzemet. A keverőüzemünk az jelen pillanatban 50, inkább 60-70 ezer tonna takarmány legyártására alkalmas éves szinten. Ugye 2018-ban fejeztünk be egy nagyobb rekonstrukciót, ott egy 2018-ban egy teljesen új vonalat, granuláló vonalat építettünk. Addig volt egy 8 tonna per órás granulálónk, és ez az új vonal, ez meg 20 tonna per órás kapacitásra képes. Úgyhogy kibővítettük ezen kívül ilyen járulékos dolgokat, a alapanyagtartályainkat építettünk, 4 darab 1000 tonnás silót, ami közvetlen összeköttetésben van a takarmánykeverőüzemmel, amit egyszer oda betárolunk, azt még egyszer nem kell megmozdítani, hanem egyből az üzem részére betúzatásra tud kerülni, és fel tudja használni az üzem. Ezzel is próbáljuk a munkaerőt, illetve az egyéb dolgokat megtakarítani. Igazából a Magyarországon az összes gazdasági haszonállat számára képesek vagyunk takarmányt előállítani, de a fő profilunk az jelenleg a csirke meg a pulyka ágazat, ez a broiler csirke, illetve a broiler pulyka. Saját integrációval rendelkezünk, és ebbe az integrációba a takarmányainknak a 90%-át itt helyezzük el, és ők a saját magunk által gyártott takarmányreceptúrákat alkalmazzák. Tehát akkor ti helyeztek ki jószágot, és utána igazából bértartásban van a gazdálkodóknál, ha jól értem? Így van. És akkor a készterméket pedig meg? Készterméket meg visszavásároljuk, és akkor a vágóhidak felé értékesítjük. Éves szinten 1,2 millió napos pulykát telepítünk, ami az országban az első öt legnagyobb pulykai integrátorok között vagyunk. A broiler csirkéből mintegy 3 millió broiler csirkét állítunk elő évente. A takarmányainknak közel egyharmada már a saját érdekeltségű telepekre megy, ami a cégnek a saját tulajdona. Nekünk nagyon jó a kapcsolatunk a környékbeli gazdákkal, törekszünk arra, hogy tőlük vegyük meg az adott terményeket, ez kukorica, árpa, búza, úgyhogy ez erre mindig így. Cégnek az egyik üzletpolitikája, hogy a környékbeli gazdákkal legyen kapcsolatban. Hát egy stabil pont vagytok a környékbeli gazdák. Így van. A Tüske-Szentpéteri Liszt úgy gondolom egy zalai brand, egy igazi zalai brand, ami most már jó néhány évtizedes hagyományra tekint vissza.
nekem még a dédmamám is azt mondta, hogy ez a legjobb. Én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy meghatározó szereplője maradt egyrészt a zalaimezőgazdaságnak, másrészt nem véletlen azt, hogy a takarmánykeverővel is több mint 60 olyan megelégedett gazdálkodó, ügyféltermelő áll kapcsolatban, akik a mai napig termelnek és folytatják a termelést. És nem utolsó sorban mindenképpen megjegyezném azt, hogy jó néhány éve, amióta elkezdődött a Magyarok Kenyere program, önfeláldozóan, abszolút egy humanitárius hozzáállással áll minden egyes év gabona gyűjtéséhez, búza gyűjtéséhez és a lisztnek a megőrléséhez a tüskeszentpéteri malom. Van a malom technológia, meg a malmomban dolgozó emberek tudása, de ez mellé hozzátenném, hogy nagy szükségünk van az 50 kilométeres körzetben lévő termelőkre, hogy nekünk adják el a jó minőségű búzájukat, és ne külföldön értékesítsék, úgyhogy ahhoz, hogy nekünk ilyen lisztünk legyen, ahhoz nekünk nagy szükségünk van ezekre a gazdákra, akik környékünkön dolgoznak, és ide hozzák az árujukat. A gazdáktól vásároljuk meg a takarmány alapanyagot, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és örültünk, hogy bemutathattuk üzemünket, mind a malmot, mind pedig a takarmánygyárunkat. Köszönjük szépen a meghívást. Én azt gondolom, hogy egy olyan dolgot láttunk itt, ami azt mutatja, hogy egy alapanyagtermelés és egy feldolgozás hogy kerülhet szimbiózisba egymással. Ezt itt hallhattuk, hogy a gazdálkodók, illetve itt a malom, illetve a takarmányipar hogy egészíti ki egymást, és hogy tud olyan formában összekapcsolódni, hogy az egyrészt saját maguknak is egy eredményt, gazdasági eredményt jelentsen, és a környék számára is egy boldogulást ígérjen. Úgyhogy köszönjük szépen az eddigi áldozatos munkát, és ettovább további sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen.